Több mint 70 féle szolgáltatással várja a szülőket a budai egyszülős központ. Kárpátalja ma ismét a politikai játszmák viharába került, erről beszélt a Kárpátaljai Szövetség főtitkára egy budai rendezvényen. Nem csak a testi, de a szellemi aktivitás megőrzésében is segít a hegyvidéki idős piknik sorozat. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Több mint 70 féle szolgáltatással várja a szülőket a budai egyszülős központ. Nem csak a különböző támogatások igénylésével kapcsolatban kaphatnak segítséget az érintettek, de akár az álláskeresésben is. Magyarországon 300 ezer szülő neveli egyedül a gyermekét, és több mint 500 000 vannak azok a gyermekek, akik időnként, ritkán vagy szinte soha nem látják mindkét szülőjüket. Az érintett szülőknek, illetve a családoknak a segítésére 17 éve jött létre az Egyszülős Alapítvány, amely 4 éve Pesten, most pedig már Budán is a magyar jakobinusok terén kapott olyan központot, ahol személyesen is tudják fogadni a családokat. Ez egy nem könnyű élethelyzet, segítsünk. Segítsen az önkormányzat, segítsen a kormány, segítsenek a civilek, az Egyszülős Alapítvány, és most mi fogtunk össze. Az Egyszülős Alapítvány, a kormányzat és a hegyvidéki 12. kerületi önkormányzat, és kialakítottuk az egyszülős budai családi központot. Várjuk az ebben az élethelyzetben élő több tízezer budai családot, több tízezer budai gyereket. Gyermekmegőrzés, gyermekfelügyelet, közös tanulás, foglalkozások, a legkülönbözőbb típusú szolgáltatások, tanácsadás. Az egyszülős központ kiötlője és vezetője elmondta, hogy az általuk nyújtott majd 70 féle szolgáltatás jelentős részét igénybe veheti, aki regisztrál a központ honlapján. Amire a legtöbben szoktak jelentkezni, azok a táborok, nyári táborok, tavaszi, őszi szünetben szervezett táborok, legyen az akár ottalvós, akár napközis tábor, azok a családi nyaralások, ahol az egész család el tud menni. Általában, amikor egy család nehéz anyagi helyzetbe kerül, akkor a pihenés, a nyaralás az első, ami elmarad. Pedig muszáj feltöltekezni, és muszáj, hogy a gyerekeknek legyen legalább egy nyáron egy olyan hetük, amikor tényleg gyerekként tudnak működni. Nagyon népszerű például a jogi szolgáltatásunk, a jogi tanácsadás, a pszichológus, az állásközvetítés. Az egyszülős központoknak a nagycsaládosok is sokat segítenek, és a képviselőjük azt mondta, hogy az elmúlt 10 évben óriási szemléletváltás történt, amely ismét középpontba helyezte a családot és az ilyen segítő helyek támogatását. Ahhoz, hogy gyermeket vállaljunk, és csökkenjen a válásoknak a száma, és csökkenjen azoknak a száma, akik arra sorsra jutnak, hogy egyedül nevelik a gyermeket, ahhoz fontos egy kiszámítható családtámogatás, hiszen amikor gyermeket vállalunk, akkor nem egy hónapra, hanem egy egész életre vállaljuk őket, de legalábbis 20 évre tervezünk. Úgyhogy ez a biztonság, ami nekünk most, akár a háború árnyékában is, de itt megadatik Magyarországon, ez egy érték, amire vigyáznunk kell. A két évtizede mentális, illetve praktikus életvezetési tanácsokat adó Otthon Segítünk Alapítvány is évek óta együtt dolgozik az egyszülősökkel. A második, 12. kerületben körülbelül 10 éve van egy helyi szolgálatunk, és hát rengeteg megkeresés érkezik egyedülnevelő családoktól. Az új budai egyszülős központ egyelőre hétköznaponként délelőtt 10 órától fél 5-ig várja a szülőket, ám hamarosan 10-től 19 óráig lehet igénybe venni a szolgáltatásaikat. Csütörtökön reggel 6 órától indul a rendőrség 24 órás sebesség ellenőrzési akciója, a Speed Marathon. A cél az, hogy kiszűrjék azokat, akik a megengedetnél gyorsabban közlekednek az utakon. Azt, hogy hova helyezzenek ki trafipaxokat, a lakossági javaslatok alapján döntötte el a rendőrség. Lopás miatt hívott rendőrt a lakásába egy férfi Budapesten, de végül őt vitték el az egyenruhások, mert drogot találtak nála. A férfi azt állította, hogy két nő ellopott tőle 160 ezer forintot, őket nem sokkal korábban ismerte meg. A rendőrök jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot is találtak a lakásban, ezek egy részét már előre kiporciózták, a 21 éves férfit kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. Az elmúlt napon újabb 2845 koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon, és meghalt 42 többségében idős krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 130 ezer fő alá csökkent. Kórházban 2006 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen. Néhány településen ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint többek között Budapesten is emelkedő tendencia figyelhető meg, a főváros környékén azonban csökkenés tapasztalható. A
A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt kéri, aki még nem tette meg, kéri a koronavírus elleni vakcinát. Kárpátalja ma ismét a politikai játszmák viharába került, erről beszélt a Hegyvidéki Trianon Társaság rendezvényén a Kárpátaljai Szövetség főtitkára. Seremet Sándor szerint azonban ez a terület a háborús konfliktus ellenére egyelőre biztonságos. Tegnap 4 légiriadó volt, de nálunk szerencsére nem hullottak bombák, legközelebb tőlünk 150 kilométerre robbantgatnak, de ez is idegesíti az embereket. Kárpátalján most még szerencsére béke van, hozzánk is menekülnek az ukránok. Ezt mondta az egyik legismertebb kárpátaljai történész, amikor a Hegyvidéki Trianon Társaság rendezvényén a jelenlegi helyzetről kérdeztük. Dubka György szerint az ott élő magyarokat nem lepte meg a háború, hiszen az őket is érintő emberi jogok sérültek. A nyelvtörvény, az oktatási törvény és hát az alapvető jogok, amit követeltek az oroszok maguk részére, és hát a nemrég elfogadott nyelvi és oktatási törvény tulajdonképpen diszkriminálta a lakosságot négyféle módon. Ugye, mint többségi nemzet, az minden megadatik, az őslakosok, ugye a tatárok. Mi a 1100 éve ott élünk Kárpátalján, magyarok, mi nem vagyunk őslakosok. És ugye ezen kívül pedig vannak a más olyan nemzetiségek, akiknek nincs iskolarendszerük, de iskolarendszere kimondottan az oroszoknak és a magyaroknak van, és ez előreláthatólag azt jelenti, hogy 2-3 év múlva az első 4 osztályig, tehát az elemiskolában megmarad, utána fokozatosan eltűnik a magyar nyelvoktatás, maximum megmarad a nyelv és irodalom. Ilyet még Sztálin sem mert magának megengedni, és hát számunkra is ez megdöbbentő. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban tartott találkozón egy másik fiatal kutató arra hívta fel a figyelmet, hogy alig több mint 100 éve ért véget a Kárpátalját is létrehozó első világégés, és a terület, illetve annak lakossága ma ismét sokadszor politikai játszmák viharában van. Az ott élők ennek ellenére állják a sarat. Sokan hagyták el otthonaikat a háborús körülmények miatt. Ez természetes és érthető. De még többen maradtak otthon, és segítik azokat, akik fedél nélkül maradtak és menekülni kényszerültek. Kárpátalja egyelőre biztonságos menedék a menekülők számára, és bízunk benne, hogy ez így is marad. A kárpátaljak ma önzetlenül nyújtják segítő kezüket a rászorulóknak, és nem emlegetik a sérelmeket, hiszen ennek ma a jelen körülmények között nincs jelentősége. Embernek kell lenni, és Kárpátalja mindig jelesre vizsgázott ilyen esetekben. Információink szerint az első ijegység után egyre több Kárpát-Ukrajnában élő magyar költözik vissza a szülőföldjére, mondván háború ide vagy oda, az élet megy tovább, a gazdaságot nem lehet bezárni, az állatokat etetni kell, nem lehet tönkretenni egy életművét. Ahogy az előadóktól is hallottuk, az elmúlt 100 évben jöttek, mentek államok és kormányok, de a kárpátaljai magyarok maradtak. Az én nagyapám 4 állampolgárságban halt meg, az apám is, én a harmadiknál tartok, tehát ez egy ilyen jelenség, és ugye lelkileg mi erre fel vagyunk készülve, hogy mindig történik valami, csak az a baj, hogy nem mi osztjuk a kártyákat, és hát mi vagyunk a szenvedő alanyai. Mindig a nagyhatalmak között örlődünk, és ez a helyi lakosság vonatkozásában is egy súlyos visszarendeződést, fogyást okoz elő, hiszen az Trianon után 100 000-re lettünk kevesebb, a második világháború után 100 000, most 2014 után megint azt mondhatjuk, újra 100 000-re leszünk kevesebbek. Tehát van feladata a szülőknek, hogy újra próbáljuk a sorainkat feltölteni. Adja Isten, hogy jó végződjön. A kulturális szalomban szervezett előadásnak Ukrajnából érkezett magyar hallgatói is voltak. Egyik gondolata is ezt az optimizmust támasztja alá. Ahogy mondta, minden háborúnak békeszerződés a vége. Nem lennénk magyarok, ha nem bíznánk benne, hogy ez most nekünk is elhozza az igazi békét. Megújult próbateremben folytathatja munkáját az Óbudai Danubia zenekar. A terem akár koncertek megrendezésére is alkalmas. A társulat a hagyományos koncertek mellett idén is folytatja hallássérülteknek szóló programját és a Mátai Szimfóniával közösen életre hívott közös hangprojektet. Ezen kívül bővíti online oktatási területét is. A következő évadban pedig számos jelentős művet mutatnak be a régi zenétől a kortársig.
Legközelebb a Zenegyűlölő című előadásunk lesz április legelején, harmadikán két alkalommal, illetve áprilisban lesz még egy zeneakadémiai bérleti koncertünk, 30-án a BMC-ben is játszunk, a Bartók sorozatunk zárásaként április 7-én, 8-án, illetve május 1-én is van egy koncertünk a MIPA-ban, a klasszikus kedvencek, május végén pedig egy ifjúsági klasszikus zenei fesztivál tartunk Alandra Fül címmel, szintén a BMC-ben. Nagyon sok minden vár ránk. Nem csak a testi, de a szellemi aktivitás megőrzésében is segíti a kerületben élő időseket az idős piknik sorozat. A hegyvidéken egyre több idős ember él, ezért indult el ez a program. Ezen kívül az önkormányzat a parkokat is úgy alakítja majd át a közeljövőben, hogy azok az idősek igényeinek is minél inkább megfeleljenek. Mindig az dob, aki rosszabbul áll. A pétang szabályaival ismerkednek az idős piknik résztvevői a gesztenyes kertben. A francia filmekből is ismert játékot bárki kipróbálhatta. A csapatok tagjainak csupán egy kis ügyességre volt szükségük, hogy minél pontosabban tudjanak dobni a fémgolyókkal. Ez a játék bármelyik korosztály számára szórakoztató lehet, de az időseknek nem csak emiatt érdemes kipróbálniuk. Koncentrációs készséget fejleszti, gondolkodni kell ugye a különböző játék helyzetekben, hogy milyen dobás technikát alkalmaz az ember, viszonylag egyszerűen elsajátítható, és arra szerintem nagyon jó, hogy az ember közösségben legyen, tehát társaságban legyen. Én Franciaországban láttam ezt a játékot először, és ott a parkban kimennek a nénik, bácsik, zsebükben egy-egy petangolyóval, játszanak, beszélgetnek. Igen, igen! Almási Pálné rendszeres résztvevője az idős piknik rendezvényeinek. Azt mondja, fontosnak tartja, hogy testileg és szellemileg is minél tovább fit maradjon. Friss levegőn mozgok, és nem vagyok már fiatal, és talán egy kicsit segít abban, hogy a későbbiekben is jobb erőlétben legyek. Arról nem beszélve, hogy mindig társaságban vagyunk, és akkor azért az nagyon jó. A hegyvidéken több mint 20 ezer időskorú ember él. Ráadásul a 12. kerületben 10-15 évvel tovább élnek az emberek, mint az ország más településein. Éppen ezért az önkormányzat egyre több olyan programot szervez, amely nekik szól és hozzájárul az aktív idősödéshez. A tavaly útjára indult idős piknik sorozat részeként olyan eseményeket rendeznek, amelyek a fizikai és mentális betegségek megelőzését is segítik. Hogy kipróbáljuk, hogy melyek azok a programtípusok, amire szívesen jönnek ki az idősek, melyek azok, amik jól működnek szabadtéren. Például festeni is fogunk. A festés szabadtéren lehet, hogy jól működik. Majd kipróbáljuk. Ezek a petánk programok két hetente lesznek itt szerdánként 10 és 12 óra között, itt a gesztenyes kertben. Minden másik héten szerdán 11-12 között pedig a MOM Kulturális Központ kertjében lesznek különféle programok. Énekelni fogunk, táncolni fogunk, festeni fogunk. Gyógynövény ismereti beszélgetésen lehet részt venni. A tervek szerint a hegyvidéki parkokat hamarosan úgy alakítják át, hogy az idősek számára is komfortosak, jól használhatóak és biztonságosak legyenek. A tervezés során nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Mosdó, vízvételi lehetőség, csönd, meghittség, terek, ahol le lehet ülni beszélgetni. Például itt ezek a padok, ugye most nagyon jók ehhez a játékhoz, így vannak sorban, de sokkal jobb, hogyha egymáshoz vannak fordítva, le lehet ülni, vannak játékasztalok. Jó, hogyha vannak mozgásos lehetőségek, vannak ilyen idős gimnasztikai eszközök, például elég sok helyen már egy kis bicikli, amit ülve is lehet a padon ülve vagy széken ülve használni, ezek is mind nagyon jók. Ezen kívül az is fontos, hogy a parkok könnyen megközelíthetők és akadálymentesek legyenek. Folytatódik a hegyvidéki kipakoló. A garázsvásárok mintájára létrehozott közösségi piac vasárnap várja az érdeklődőket a Városháza téren. Itt lehet majd elcserélni a már feleslegessé vált ruhákat, könyveket és más tárgyakat. A cél az, hogy minél kevesebb, még jó állapotú tárgy végezze a szemetesben. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!